Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves emlékezők! Ahogy az ma már elhangzott, mártírokról jöttünk megemlékezni. Mártír, azaz vértanú. Valaki, aki eszméi, hite és meggyőződése mellett nem csak szavakkal és tettekkel hajlandó és kénytelen tanúságot tenni, hanem az ember számára a legértékesebbel, saját életével, vérével is. Mert az eszme számára még az életnél is fontosabb. Az Új Testamentum vértanúi azért adták életüket, vállalták a halált, mert a legvégsőkig hittek Jézus Krisztus tanításában. A mi vértanúink is a végsőkig hittek. A mi vértanúink abban hittek, hogy nekünk magyaroknak jogunk van szabad népként, saját szabályaink szerint, és nem saját szabályunk szerint élnünk, és nem arra vagyunk hivatottak, hogy a Habsburg uralkodóház rabigáját húzzuk. 1849. október 6-án 13-an mentek ezért az eszmért büszkén a halálba, Aradon, valamint ugyanezen a napon Pesten mártír halált halt, gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke is. Őket választotta az önteltségében, megsértődött, és ezért bosszúra szomjazó Habsburg uralkodóház, és annak eszköze Julius Jakob von Hajnau arra, hogy az utókort figyelmeztessék a hagyományos berendezkedés és az európai uralkodóházakkal való szembeszegülés elnyeri büntetését. Azt hitték ugyanis, hogy a kivégzésükkel megfélemlítik a szabadságra vágyó népeket. Ezt tanúsítja Hajnau egyik levele, melyet a világosi fegyverletétel után írt. Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak. Az osztrákok nem tanultak a történelemből. Ezért 13 elrettentő példa helyett 13 ragyogó példaképet adtak nekünk. A bátorság, a hűség és főleg a fékezhetetlen magyar szabadságvágy példaképei. Hősi halálukkal az eszme még tovább élt, és él máig. Hiszen hányszor kellett még a történelemben kiállnunk szabadságunk mellett? Bőven születtek még mártírjaink az azóta eltelt bő másfél évszázad alatt is. Sokuknak nem járt olyan tisztesség, olyan dicsőséges halál, mint a szabadságharc vértanúinak. Börtönökben, alaksorokban, haláltáborokban mondhatták utoljára ellenségeik szemébe, hogy hitükből nem engednek. Ma is bőséges áldozatokat kíván a szabadság oltára szerte a világon, és mi magyarok, és mi felvidéki magyarok is sokszor járulunk hozzá. Hisz megvannak saját mártírjaink. Nem mind adták az életüket az eszméjükért, mint ahogy azt tette gróf Eszterházy János, de ma már nem is mindig szükséges megölni az egyént ahhoz, hogy ellehetetlenítsük. A mártír magatartás ma már nem feltétlenül kíván hősi halált, mégis hősies a maga nemében. Hiszen nem kellette már akaratunk ellenére elhagynunk szülőföldünket és számunkra idegen földre költöznünk. Nem kellette a többségi nemzettel együtt tűrnünk a kommunista elnyomás minden szenvedését, nem kellette megvédenünk nyelvünket, amikor azt el akarták venni tőlünk, illetve nem kell-e ma is megküzdenünk az állampolgárságunkért, ha kinyilatkoztatjuk természetes kötődésünket az anyaországhoz. Felismerjük-e a mártír magatartást, ha látjuk a mindennapi életben, méltók vagyunk-e rá? Mi magyarok hajlamosak vagyunk önnön történelmi tragédiánkon bánkódni, és az egész magyarságra, mint mártírra tekinteni. Én nem szeretek ilyen szellemben visszaemlékezni a történelembe. Szerintem a múlt minden nehézségével csak útmutatásként szolgálhat a jövő számára. Az aradi vértanúk és a történelem számos más vértanújának áldozata így válik nemzeti tragédiából, a nemzet erejének és az egyetemes szabadság eszméjének csodálatos példaképévé. Ezért már is javítanom kell magamat, ugyanis nem azt kérdezem, hogy méltók vagyunk-e az aradi vértanúk áldozatára, hanem azt mondom,
Legyünk. Legyünk akár csak azzal is, hogy minden nap kiállunk a nyelvünkért, a kultúránkért, és ezeket továbbadjuk az utódainknak. És így leszünk. Köszönöm szépen.